nagyon nagy baj, hogy az Európai Unió ezt támadja. Az Unió nem ért egyet azzal a rezsicsökkentési rendszerrel, ami Magyarországon van sokalja. Szerintem erre kevesebbet kellene költeni. A családoknak többet kellene fizetniük. És ránk akarja ezt kényszeríteni. Mindenfajta leveleket ír, fenyegetőzik, és így Tehát nekünk folyamatosan, a pénzügyminiszternek folyamatosan Brüsszelben meg kell védenie a magyar rezsicsökkentést, mert ha ezt akkor 181 ezer forinttal fog családonként megnövelkedni a családok havi kiadása, amit nem fognak tudni Kifizetni. Persze, én értem, hogy a brüsszelieknek miért szúrja a szemét a magyar rendszer. A magyar rendszer azért szúrja a szemét, mert európai összevetésben Magyarországon fizetik az emberek a legalacsonyabb áram és gáz árat.